többféle raska gombát. Ezt mutatnánk be elsősorban, ez viszonylag még egyszerűbb termeszteni, és házi körülmények között is megvalósítható ez, tehát azt hiszem elsősorban majd ezt fogjuk majd megmutatni, de nyilvánvalóan segítünk abban is, hogy hogyan lehet elkészíteni. Tehát sajnos a magyar gasztronómiában nincs igazán benne a laska gomba, pedig az egy nagyon finom gomba. Úgyhogy mi azt hiszem, hogy majd egy kicsit fogunk sütni, főzni is. Tavaly voltunk itt először, akkor csak így két napra elugrottunk, mert kíváncsiak voltunk. Már maga megragadott minket az elnevezés, hogy Gyütment Fesztivál, mert mi is egy kicsit gyütmentekké váltunk, mert mi is egy városból költöztünk egy falu szélre, és nekünk borzasztóan megtetszett ez a hangulat, ez a millió, ami itt fogadott minket, és eldöntöttük, hogy mi ide visszajáró lelkek leszünk, és talán nem csak úgy, mint vendégek, hanem amit mi tudunk, azt hozzáteszük ez a fesztiválhoz. Számunkra ez a mai napig egy inspiráló tevékenység, és hát az, amit idáig mi megtanultunk a laskagomba termesztésben, és egyáltalán magunkban hordozunk, azt nagyon szívesen idehozzuk. A gombák világa, ez egy nagyon csodálatos világ, szerintem is, és nagyon sok mindenki szerint, de mi emberek keveset, tehát általában az emberek keveset tudunk a gombákról. Nagyon sokféle gomba él a Földön, nagyon sokféleképpen tesznek hozzá nem csak az ember, hanem az egész világ életéhez. Ebből egy kis szegletet tudunk mi most itt majd megmutatni. Főleg a termesztett gombákra koncentrálunk, arra azt szeretnénk bemutatni, hogy mezőgazdasági melléktermékekből hogyan lehet gomba számára hasznos táplálékot előállítani, és hogyan lehet élelmiszert ebből a melléktermékből a végén létrehozni. Nagyon szeretjük azt, amit csinálunk, és itt tavalyi évben azt megtanultuk, hogy ez a fajta elkötelezettség, ez szükséges átadni a többieknek. Tehát amit szeretünk csinálni a mindennapokban, azt a lelkesedést azt tovább kell adni, és mi is éppen úgy gondoltunk, hogy itt az ideje, hogy ezt csatlakozzunk. A laskagombának a nagyüzemi termesztése, tehát ez a technológia, ez egy magyar találmány tulajdonképpen, és mi sokat járunk ilyen fesztiválokra, és mindig találunk olyan embert, aki elmeséli, hogy az édesapámnak is volt ilyen zsákja, és letette a pincébe, vagy a vízőraknába, rendkívül egyszerű körülmények között is gyönyörűen termett neki. És ezek a gyerekkori élmények, ezek megmaradtak benne, most valahogy ez így kiveszőben van, és ha az ember nem nagyban csinálja, csak magának a saját kertelésére, akkor nem kellene hozzá bonyolult berendezések se. Tehát itt is, hogy mondjam, tehát meglehetősen egyszerű körülmények között fogjuk a magunk kis gombáját előteremteni, remélhetőleg. Hát ez időjárás függvénye is persze, de gondolom, hogy sikerülni fog.